arrivi arrivo a Codigonaia e pare che c'è la frequenza era l'interno perciò sono tu a mangiare una poco di bello di giusti o quel dopo ma l'entro ghiac ciò che non è più ghiac o la otta ancora la mesca ciò che ciò bello di c'è tutto molto più ogni sola paura e tutti specchia per la stecola e io appunto e stella che io ho mangiato io solo con tutti i capi niente che vuole nebbia negli orsi stia lo sai che sta passando e lo so che spengo con gli Egitto ora e noi lo vinciamo con chi stelle e lei è formato lì quindi mi commenta vuole si sa poggiamo a tutti allora io ti dico male ma se non c'è il mio piede ma se tutto calma dopo la mia ma se c'è bagni nella vuole scrivo le mie figliette che non sanno che mi ti metta tu a me allora che tu non metti per te allora dice la città tu che a te vuole su sono che a te ti sei che qui è e poi vai a scrivere lo chi voglio avere più lo schiappa e rispetto come anche a buon buon anno tu gli ha da me per il sotto ogni tutto c'è schiava smaio per che sotto è un condizio che ne parlo una pelle allora non so parlare di lui del mercato e ho spiegato la bella di chi cosa e niente di altro che è allora uno del piede che è il suo solo dove mi vengono la goccia un odà con me gli occorri con avvio scemi e porno e altro ah, dove sei coraggio non vengono i smerci chi sono le vacanti a quattro sole o non sono le vacanti o da vengono i pan ho detto chi è tutto la sera mi lavo o mi vengono chi ti sta a forzare il mio lavo lei è che me e lei è che me gli chiede e il pote di segno scherzi da me e sveci io rovita la dighiera e non gli ero bene a tenere tutto un modo c'è anche il tuo accoglio il re è nebbene o ne c'è che ne c'è che gli te cugni da dighiera per gli nero nei pecchi vagy is, hogy varázslástűznek. Halottaktól tudatoznak. Ezek utálhatósak az Úr előtt. Az Úr szemében így mindenki, aki ezeket a dolgokat gyakorolja, Isten nem tetszését, sőt, gyűlöletét vívja ki. Figyeljetek! Most se jobb a helyzet, csak azt mondta Úr Jézus Krisztus, irgalmasságot akarok. Hát de nem volna írgalmat, csak itt egyikünk se szívna a levegőt, igaz? Egyszer, ez a szerencsé. De viszont azt is írja, hogy igen, nem lehet a bűnből sportot űzni. Mit mondott a parázsban hölgynek, ugye mikor elvettem a dolog? Én csak átadhattam téged. Menj! Többet ne védkedni rosszabbul, ne legyen dolgot. Ha valaki súlyos beteg, te ne vagy az, hogy csak úgy pipakra jött az. Annyira betegsége van, annak jó kapcsolata van az örökkel. Ott van az a gyógyító körben a leírja. Tanácsolom, hogy mindenki vegye meg. Tényleg nagyon jó, nem oda jön, én írtam azt. Isten szedett össze az igéket, és akkor igény gyalában mindent választom. Kettő királyok 9:22, ebben a versben Izrael királya, Jóram és a parancsnok a Jéhu találkozását olvashatjuk, amikor megkérdezte a király, hogy békés el szándéka, ő így válaszolt. Hogy lehet a békés, ami anyádnak, Jezabelnak, a parázsaságnak a sok varázs szolgálatának nap. A Jezabeltől jönnek ezek a dolgok. A Jezabel szellemiségétől. Nem tudom, addig el fogunk jutni, ez a bel és Antikrisztus, a csatlósaitól még megszabadulni, nem tudom, időben fogunk jutni. Úgyhogy ugrok az igékkel, mert nem is időzem. Szóval Ézsaiás 44:25, a pogány jósokról bizonyosodott meg a hamisak voltak, jósataik a Babilonnal kapcsolatban, és ez a vers Isten hatalmát hangsúlyozza, pogány szertartása, börtön, normál utálatos. Rengeteg sok, Zakariás, Malakiás,
Háromat azt írja. Ítélet napján az Úr vádat emel a varázslók ellen. Hogy azt így, most is van varázsló, halljaj, de csak te. Ó, rendben vagyunk, de valaki még gyülekezetben is jár. Várnak, Buré. Meg enotérikával. Enotérika. Ha nem tudja, mi az. Csak bizonyos. Te látod egyébként rajta, hogy nincs rendben, hanem már tiszta a szemüvegen, ahogy szabadulsz meg, úgy tisztul a szemüvegen. Ránézel valaki, nem kell megszólaljon. Már látod. Még az ellenséget is. Mindenhol megkedett. Hát persze nem tudja, fölháborodik. Ez a szellem csinálja benne. Neked annak kell valami, hogy ezt sem tudatni a szeretettel, ne megsértődj, mert megmondja és szabaduljon meg. Mert Jézus ő érte is adta az életét. Figyeljetek, az a varázslás, menjünk tovább. Óvás a varázslókkal, pár kiűzi a követő mondót, ismeritek a végét, elege volt már belőle, mert én figyelj, nem tudom, mit mondott meg. Istennek szent emberre jöttek meg profétálni. Figyelj, teljesen igazat mondott. Csak hogy tud a varázsló is, tisztáltalan szelleme be van töltekedve, hallható igazságot, kimondott, csak az meghajtott a nehézség. És belősz neki. Ez egy hamis proféták. Ez egy varázsló. Nem jó helyről jött az információ. De párnak elegedett, írja a mige, és azt mondta, Jézus nevére kimész belőle. És mindjárt megszűnt a tudása. Főnök így rúg. Nem vitte használni. De ez is egy örök volt. Mert hölgyek jobban veszik a impót. Azt mondja a Jeremiás könyve, ne hallgass a varázslókra. 27. fejezet 9-es verse. 2 Mózes 22, 18 varázslók, azt mondja, ne hagyj el. Zakariás 10-2, figyelj, varázslók hazudnak. Mit ír a Egy Krónika 33-67-es éleset. Varázslók tüdőjárása. Ezt tudjátok, hogy egy magyar pogány szokás? Tüdőjárás. Pártosoknak nagyon megyedés. Én is kétszer keresztül öltem. De most nem őket elejjük, mert a talpunk alatt van, mert itt. Csak tanulunk róla, hogy a Biblia igenis óv minket ettől. Szóval a Jelenések könyve is azt írja, hogy a varázslókat tűzzel, kénykő, égető tomba vettetik, a varázslók nem mehetnek be a városba. Hogy ezekkel nem kell foglalkozni a varázslással. Ezáltal látok alatt van a bőr, mi van látok alatt? Mert ahol a bálványokat tesznek meg, ahol varázslók működnek, vagy katolikus egyház, Máriával, stb. Ezt így kell mondani, nem lehet más mondani. A bálványi és ott tisztában a szellemek urajába a területet. Ennél kell a területet felszabadítani. Hát kinek mit gondoltok? A nagyvilági bokra, nem is tudja. Keresztény. Ez sok keresztény nem is hisz benne. Ez a területek felszabadítása. A kultizmus rejtett tudomány, a katolikus egyház mélyén lakodik egy társaság. Ezt tudtok ki a drágáért, amit most volt. Igyekszek gyors lenni. A szervezet a pápa áldásával működik. És csak neki tartoznak engedelmességet. Pápa 1982-ben személyes pilátusi címmel ruhálta fel őket. Opus Dei címén Isten műve. Ezt mondták. Társaság 1028-ban alakult meg. Napozodán sokkal többet van, de egy gyorsítóban hogy a szabadítása legyen itt. Ellen belül vannak a Bilderbergiek, nem tudom ki ahol, akinek. Bilderbergi csoport 1954-ben alakult, a csoport hivatalosan nem is létezik, körülbelül 100 fő számára a körpadai körül, a világ legbefolyásosabb emberei. Multinacionalisták, vállalatok vezetői, politikai vezetői, az Európa királyi házak képviselői, többek között az angol Károly herceg is oda tartozik, spanyol Zsófia királynő, vagy a Beatrix, holland uralkodó, azt mondják, hogy két legerősebb tőkés család
az amerikai Rockefeller is oda tartozott. És a Rothschild család. A világ leggazdagabbjai. Az olyan találkozók a 1966-ig egykorak SS tisztként szolgáló holland Bernard Herzeg vezette. A tanácskozás mai feje Peter Carrington, aki korábban a brit kormányminiszter, illetve NATO főtitkára volt. Szóval nem ilyen udvari munkások voltak ezek. Ezek vannak is a mai napig. És akkor van a külügyek tanács, ez a világkormány, ez nagy smerő, ugye? Ők találták ki. A mellő 1400 idejét lehetöntötték, 1400 idejét. Hogy majd lesz egy ilyen, már lehetöntötték, és van is. Meg is valósították. Tudjátok mi? Mert a keresztények alszak. Ezért. Keresztény alszik. Ők nem. Lucifer, ugye? 24 órában 26-ot dolgozik egy kapitása szerint. Az kidolgozza a munkaidőt, ne tegyen. Oda teszi magát. Figyelj, világkormány, titkos társaság. 1912-ben megalakultak ők már. Az mondja, 20 ezredes újabb találkozó vett részt amerikai és francia béke delegáció Párizsban 1919-ben. Nemzetközi világkormány létrehozásának irányába formálják a világot. Brit oldalon létrehozott részek, királyi külügyek, intézet nevet kapták 1921. július 21-én. Megalakult az amerikai részt külügyek tanácsa névre keresztelték. Ők csinálnak mindent nálunk, jól tudjátok. Külügyek tanácsa eredetileg olyan bankárok, értékpapírok, kereskedők, finanszírozák, mint Morgan, Rockefeller, Otto Katham. Manapság pénzkülügyek minisztériumban különböző nagy vállalatoktól. Kevésbé titokzatos, mint a Bilderbergiek, de a külügyek tanácsa és konferenciák díszebédek keretei közt ismertetik elképzeléseiket. Nagy kajálások. Csak elmondják, hogy mit szeretnék. És ezt mi is érkezünk. Mi fölöttünk is ők vannak. Sajnos kereszténység fölött is, majd mindjárt odaérünk. Csillagos, ne várjuk ezt. A külügyek tanácsa kritikusok szerint a Marshall tervet az követően a nyugati világ katonai szövetség, a NATO is akkor született meg azóta, és ugyanaz a jelszó vezéri. Amerikai politikák. Fegyverkedéssel kapcsolatosan. Költekedni, ez az egyik. Megküldettetik ám a szemünk. Különböző az a formájában. Ők támogatnak minden háborút. Mind a két oldal. Ezt is összeforrasszák. Vesze itt a lóvé, menjetek egymást, így álltok ki. Utána megint adom még nektek pénzt, hogy az országot építsétek. 22-es tartály. Figyelj! Az a később a kommunizmus is ezekből a gyökerekből indult fejlődésnek. 1776 május 1-én, akkoriban felálló Rothschild ház irányításával megalapították a Illuminátust. Kommunizmus! Áldás volt az nekik. Testület neve állítólag Lucifer tagjaihoz köthető. A pényhordozóhoz, ők így is mondják, megyünk a fénybe. Hát azt hiszik, ők a sötétségüknek, hogy meg vannak kötözve. Ők azt hiszik, hogy nagyon jó utóan látnak. Rothschild család Napóleon háború idején robbantott. Ugye a bankok, angol bankok, a mai angol jegybankok is, Napán Rothschild irányítás alapban, francia gazdaságon 1816-ban mondták uralmuk alá. Azt is ő, a bankok is. Tényleg, hogy azt higgyétek meg a spár, meg a csorolhatnám az összeset. Ott vannak a jelek rajta. Nem tudom, mert nagyon tud majd addig, hogy erről beszéljünk. Van a koponyok csoportrendje is. Na, ilyet biztos láttam. Koponyok, a gulla, csoport.
Ez kérlek szépen az Egyesült Államokban alakították meg. Létezik egy titkos társaság ebből is. A CIA vezetésében klub neve Koponya Csók Rendje. Ki is van benne? George W. Bush, az öreg Bush, fiatal Bush. Koponya Csók történet 1832-ben kerültődött. Közben adott sok beíráson. Na menjünk a szabadkőhőrösséget. Két legfontosabb szimbolikája a szabadkőhőrösséget 1417-ben alakult meg. Az alkotmány aláírója a Ford. A döbágú csillag a körzőben a szabadkőhőrösséget vehet. Ők uralják földelemet, vízelemet, levegőelemet, tűzelemet. Szabadkőhőrösség. Benne a körző. Ha most elhoztuk volna a pendlát, bekapcsoltuk volna ezt a... Mi ez? Igen, vetítőt. Nekik van Veresegyházon a légi belvétel. És ahol van a kör, tudod, a Hortus kanál is a földére. Benne a körző rendesen. Letöbbensz. És a Lucifer az amerikai hála, a tágúcsilag, oda vennek mind. Már az építményben benne van. Tudjátok, miért van a baj? Azok a területek, azok a részek a sátán csapata uralja. Szellemére. Ugye? És ebben nem foglalkoznak. Ha ki fogja az szellemi harcot megküldeni, ha nem mi keresztények? Azt mondja, a fehér ház a Luciferre utal. Négy felső csúcsa, tűz, víz, föld, amit mondtam neked, szimbólia, legalsó pontja, fehér ház a Lucifer után. Ilyen mindent látom, szem a piron is. Rajta a dollárban is. Láttatok ilyet. Mindent látom, szem. Piramis és benne mindent látom, szem. Ez mind ők. Benne van Eszter, ami bazilikában is. Én de, benne van ám a templomban is. Ez ellen a ők is pályás. Azt mondja, a sas feje körül a pentagramma alakban helyezkedik el csillagok és a jelmondatok, jelentések, új világre. Ez most majd van. Ez az a nap. Hát te azt hiszitek az Úrtól? Ez a nap. Ez a világre. Ez a szabad különbség újtákra akar. Szabad különbség. Isten tud mit akar? Újjászületés, nem új világ lenne. Újjászületés. Esküjük így szólt minél. Örökké lehetem, soha felnem felem. Ez az esküjük. Látható társaság, kedves baráti társaság, elismert becsületes emberekből áll, aki tűk küldenek itt tárgyalni, tévőben minden, de átterül ott van a másik társaság is. És ennek abakodnak is. És tudom, mindenkit megnyernek, néha még alakodott, és milyen aranyosak ennek. De tudod, sátán, amit a százszorosát visszaveszik. Kössé el, szerződést. Ilyen bank, olyan bank, amolyan bank, ugye? Rájössz egyben, ki ő. 1982. június 18-án Londonban hídon felakasztva találták a Roberto Calvit, olasz pénzember, ó, Isten bankárának néven emlegették. Ez utal a Vatikánra, a mafiával tartott szoros kapcsolat. A társaság előfeltétele, hogy higgyen a fejjel valóban, az univerzum nagy építőjével, ez a Luciferre utal. Na. Hogy ez pontosan kit is takart, nem lényeg nekik, a Lucifer is jó lenne, 33 beavatás van. Közben mondom, figyeljetek! Első fokozatkor mit csinálnak ezekkel a szabad kövezsekkel? Ezek tizedízig lehet megátkozzák a generációkat. Szabad kövezsek. Tizedízig lehet. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben már beleestünk is, meg a gyerekeink. És nem olyan szintjétek, Magyarországon nincs ott, mindenhol ott vannak. Mindenhol. A szabadkövő már Kossuth Lajos is az volt. Dokumentumok megvannak.
Az első fokozatkor, a szabadkövetség első fokozatkor majdnem teljesen megegyezik. Minden új tagnak fogadalmat kell tenni, melyben titok tartás köteleti magukat. Fogadalom után megtanulják a speciális kétfogás ritualját, nadrág bal oldali lábát felhúzzák, voltató kötelet a nyakukba teszik. Neked torokba bármivel kapcsolatos betegség lehet, egyik oka ez. Ott a kötél a nyakba. Szóval a háttérben kettő darab dupla háromszög, illető szereve van kötve, ő a kenő. Arra vágyik, hogy világosságra éljen. Bevezető inas a nap, hol páholy imádatába, mestere titkos, a jelzók a boház. És ez egy szellemiség. Van a második fokozat, mindent nem fogjuk végvenni, van a második fokozat, ugye. Felszenteléskor, ami a szabadköves második fokát, rituál egyedik meg, ismét fogadalmat tesznek, titkok megtartására folyamatosan. A háromok lesznek, büntetésű vágják fel a mellkacsokat. Tépjék ki a szemüket, tessék oda a ragadatokat. Második fokon analosító készfogás szintén megegyedik. Levettetik a egygyűrőt, melynek az a célja, házasság szétmenjen. Tudjátok, hogy ez mennyire keményen működik ez? Erre megpecsételted magad. A tékoldó fiú, mikor a nagyobb kicsinat az úr, visszatörögy az a pecsétgyűrűt, egyből visszaérsz dolgot. Ennek szellemi kiáradása is van. Se kell becsinálni a mi esetünket. Én ezt nem tudtam, magyarkultista voltam meg, hiszen, hogy ezekkel voltak dolgaim is, meg én tudatosan sok politikusra foglalkoztam. Kordaját megint, menjünk gyűrűbe, mondom mi? Ha neked soha nem volt, nem is kell. Kérdejétek, fél órát tudsak ott, nem vittem főhúz a dumjában. Már nem azért, hogy nem jött föl, ott szellemileg, lelkileg nem tudtam megmagyarázni, mert én nem vittem el, és erre gyűrűt a kezelem. Már azért megvettük, jó van. Összeállásodunk, stb. Nem volt béke bennem, figyelj, mert még benne volt a okkultizmusban, még nem voltam istenni akkor. Mindig húzgáltam lefelé. Mert akkor megmagyaráztam én is, álmodom, nézd a már milyen szűntök, mint nem mondtam a kormányjának. Áttettem el rám újra. Valakért mindig kis. El is hagytam. Én közben belül örültem. Milyen jó nem például nekem. Kormánya nem örült neki. De figyeljetek, mikor én ezt elhagytam, de tényleg nem találtuk meg. Nem eljutottam, elhagytam valahol. Ötször adtam el vállalt meg a kormánya abban az időszakban. Olyan vezekedések voltak hallott. Ötször volt benne a lábam fél. Pecsét nem volt a tördögnek joga volt kicsétálni. Nagyon fontos, házaspárok vagytok, legyen pecsétál. Plusz megállani a házasságot. Valaki áldja meg, aki hiteles. És aztán vettünk egy még egyet. Dicsőség az Úrnak. Nagyon fontos. Ezt tudjátok, hogy honné tudni ezt a leírást, aki végigment 30 állam fokozaton az Úr kihozta. Harmadik szabadkőves fokon, tettfogadalom, szövegével titoktartás, megint megfogadják. Felhatalmazzák a testvéreiket, hogy árulok lennének. Vágják kettő a testüket, tépjük ki belőle részüket, égessék porrányokat. Fogadalom közben mindkét kezüket a tenyerük köré helyezik, ez egy speciális kézfogás. A zöggyelét mutatják erre. Derekukra kötik a kötelet. Pogány oltár előtt leborulnak. A kötél a derekadra van kötve és a derék pályásokon 98% a immétel. Ronnek a papíralapátok alakulnám a gerincs. Figyelj! A Szent Bibliájukat rajta körül a lövikét, ami hamis, ez megcsókoltatják. Mindenmilyen szájbetegség, csorvadás vagy bármi. Innétel. Szemük mindvégig megöntve szellemi vakságban vannak. Minden egyes fokozatnál, figyelj, van egy eskü, minden fokozatnál. Megátkozzák magukat,
Je le savais. Elle dit ma gamba era accosta con una bella ricetta roba, pensava ancora ne per venire in giro. Devi vedere che diceva accosta. Eş büyük, iç sol. Öz indirin ve bir yaşam, iki yere beş kısım bindik dişte. Dişlerine görüp giren de çok fermer beni. Bu da böyle kod, ben akkızlar. Şöyle ol parken eten bu, ben her yerde at olana tol. Ben bu ayakta, imanım ben işte bir konu çıkıyorum. Neyi duşuyor ben de şey et. Ben çok iyi de bebe yazdım, ben bir şey duşmanım. Ben bir yer yedim. Bu esta çok çok rahatlıkla bir de harbin çağrı bu konuda kalan ben yok o geldi. Ben de lan seyberi de boş verdiniz. Ben de lan. Bir yerde geçiş ki çok da kod ben oranla kalakon ben öme geyim ben de geyim. Şiyer ki. Ben de kola tira ger ger yönetetlen. Hoy tira dizikle koza kümeşin ben. Ami bele volt, a megvallásod, se várjuk ezt, a szabad körvességek, minden átlát. Jó? Mondjátok utána. Megvallod minden szövetséget. Minden vérszövetséget. És kapcsolatot. Szabad körvességgel. És mögötte szellemekkel. Melyeket fel lett belőlim, vagy én kötöttem. Jézus nevében megtöröm. És megtagadom, és elvágom magam minden varázslástól. És a fő szabadkőrösség szellemeitől. Megtagadom Baphometot, az Antikrisztus Baphometot. Szellemét, a halál és a megtévesztés szellemeit. Amen. Megtagadom és megtorgálom a Fidesz szellemét, a római hűség istennőjét, amely a szabadkőrösséget és leszármazottakat fogva tartja. Visszautasítom a bizonytalanságot, a pozíció és a hatalom szeretetét, a pénzszerelmét, a kapcsiságot és a büszkeséget, ami belevezetette őseimet a szabad körülösségbe. Amen. Jézus nevében visszautasítom a halál félelmet, az emberektől való félelmet, bizalomtól való félelmet, visszautasítok minden pozíciót, melyet betöltöttek a felmenőim, vagy én, beleértő mester, imádatra méltó mester, vagy bármi más pozíciót, visszautasítom azt. Jézuson kívül bárki mást mesternek hívja. Amen. Visszautasítom azt, hogy a becsapással léptetik be az embereket. Kihasználva az emberek tehetetlenségét. Rituálék során. Visszautasítok minden kötelezettséget. Fogadalom. Átkod. Mert női szabadkőrös páholyhoz való tartozás miatt került a családomba. Amen. Visszautasítom, és elhagyom a világ mindenség nagy építőmesterét, aki Luciferként jelent meg, és tévesen ragadja magához az univerzum fölötti atyaságot. Visszautasítom minden szabadkőrös Istent. Mert nem egyedik a Biblia kijelentésével.
Cristo un bacino che c'erano un pinto in acqua. O riparo la mia madrascia. Isten caro madrascia. Titkolózása, és a szabad kövesség megtévesztése miatt van. Jézus nevében. Amen. Jézus vére megtisztít engem. És ennek minden következményétől. Visszavonok minden korábbi hozzájárulást, melyben én vagy az őseim belementek. Jézus nevében visszautasítom az első felépő inas címkét, kimondott pártokat, mely hatással van a torokra, nyelvre, fülre, szemre, Jézus nevében. Amen. Visszautasítom a torkom elvágását, nyelv kitépését, és imádkozom a szám, nyelvem és ingyen gyógyulásáért. Visszautasítom a szembekötését, annak kapása szellememen, lelkemen, szememen beleépve az összes zavarodottságot, a sötétségtől és a világosságtól való félelmet, és hirtelen hangoktól való félelmet. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom a szellemi vakságot, a lélek sötétségét, hamis fantáziálást, szegénység szellemét, mely ezen a pokolati rituál eredménye. Visszautasítom házasság szövetség vitorlását, melyet a létgyűrű lövételével érvek el. Visszautasítom a titkos jelszó, a boházt, és minden, amit ez jelent, Jézus nevében. Amen. Visszautasítom kígyóból alkotott csatot, ami a kötényen van, és a piton szellemét, melyet azért küldtek, hogy kiszorítsák a szellemi életet belőle. Visszautasítom az ősi papírot és az egyiptomi tanításait, szimbolikáit, a saktáva szimbolikáját. Visszautasítom az igazság és hamisság összeesküvését, a mitológiát, az igazságként tanított halottságot, becstelenséget, amit a vezetők tanúsítanak, mivel nem mondják el a rituáli jelentését. Visszautasítom az iránytű iránymutatását, mivel a Föld az Úré, minden, ami benne van. Amen. Visszautasítom a vontató kötelet, ami akasztó kötény gyanánt van, a nyakon. Furogástalan a félelmet, és minden szellemet, ami aszmát, szélonát hát okozott, és bármi más légzési nehézségeket, és tüdőbetegséget. Visszautasítom a körző rituáléját, amivel megtökik a mellkast, és a haláltól való félelmet, ami a pötyörset miatt van, és a szívinfarktustól való félelmet, ami ezen a pokolaton jött be. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom az abszolút titoktartást, és önálltok alatti kötelezettséget, amit úgy érnek el, hogy meg kell csókolni a szent törvénykönyvüket. Visszautasítom a szobrok és a hamis istenség előtti letérdelést, akit úgy hívnak, hogy a világ mindenség vagy építője. Kérem az igazi Istent, hogy bocsásson meg a bálványimádásért Jézus nevében,
Amen. Visszautasítom a kipróbált jelenben rejlő büszkeséget, ami feltétel az alapkőművesség csatlakozásának. Imádom a gyógyulásét, Jézus nevében, torkomét, hangszálaimét, orrüregeimét, arcüregeimét, hörgőmét, tüdőmét, allergiás tüneteimét és bánomás tünetét, ami ezen a pokon rám jöhetett. Jézus nevében. Amen. Jézus nevében visszautasítom a látót, ami második pokon kimondatta, különösképpen a szíve és a mellkasra. Visszautasítom a titkos jelszót, azt a csibolet és jáki, ezeknek minden jelentését. Visszautasítom az ősi pogánytanítást, Sátán szimbolikáját, levágok magamról minden érzelmi kevétséget, apátiát, közönt, hitetlenséget, és azt mélyen nyugvó haragot, amit saját magam és családom ellen érzek vagy éreztem. Jézus nevében imádkozom a melkasomért, tüdőmért, szívemért és érzelmemért, gyógyulásaimért, Jézus nevében. Amen. Imádkozom, hogy a szellemem legyen érzékeny a Szent Szellemre. Jézus nevében visszautasítom harmadik pokol kimondott átkokat és fogadalmakat. Visszautasítom és minden hatást, amit a dupla körző szúrás okozott, amit a két kard, amit a mesélhez tettek, visszautasítom a titkos jelszót. Tubálkaim és mahabom, s ennek minden szabad kőmös jelentését. Visszautasítom az ősi pogány szokásait, és a hármas soktáblát, amit használtak ehhez a rituáléhoz. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom a rituális támadást, hármas erőszakos ütést a testre, a fejre, amit a rituális gyilkosságon keresztül végeznek. Kijelentem, hogy nem halok meg. Három ütéstől és a fejütéstől, hanem élni fogok, visszautasítom ebben eredendő minden fejfájást Jézus nevében. Amen. Visszautasítom a halálfélelmet, hamis mártékságot, az, hogy erőszakos támadásért, hogy megerőszakolnak, és a segítség nélkül leszek, ami ebben a fokozatban lehet. Visszautasítom a koporsóbaesést, hordányvalóesést, ami a rituális gyilkosságban van. Jézus nevében visszautasítom Hiram Abofit, aki a szabad kövesség hamis megváltója, amit ezen a szinten kijelentenek, visszautasítom a gyilkosság szellemét Jézus nevében. Amen. Itt befektetnek a koporsóba, bezárnak. Gyilkosság szellemét ott elég be. Menjünk tovább, jó? Csak mondtam, hogy tudjátok, hogy mi, ott ne lehet a gyilkosság. Rendesen koporsóval bezárják, kérdele, mit kell végigélni. Lelkiekben és szellemiekben. Gondolod el. Most hallod, hogy miket csinálnak. Hanem mindent nem magyaráztam, mert akkor elég volnánk. Menjünk tovább. Visszautasítom a hamis feltámadást,
mert a megvámadás csak Úr Jézus Krisztuson keresztül van. Mert ő a feltámadás és az élet. Jézus nevében imádkozom, gyomrom meggyógyulásáért, a cukorbetegségem meggyógyulásáért, a beleimért, az epémért, a méhemért, málmért és minden más szervem gyógyulásáért, amire a szabad körülmesség ezen szintje hatással lehetett én rám és őseimre és leszámadottaimra. Jézus nevében megtagadom. Amen. Imádkozom, hogy könyörületesség és megtérés szabaduljon meg saját magam és családom irányába. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom a pogány rituálét, körben levő pontot, ennek minden megkötődöttségét, a pallus imádatot. Visszautasítom a G betű szimbolikáját, és ennek elrejtett szimbolikáját, ami megkötődöttséget okozott. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom az okult misztikát, fehér és fekete saptáblát, a háromszöget a szélén, a pentagramok közében. Visszautasítom a mindent látó szemet, vagy a hórus szemét, ami egy okult pogány szimbólum. Jézus nevében. Amen. Megtérek minden okult képességből, hogy a szellemvilágban lássa. Jézus nevében. Az én bizadalmam szent szellembe vetem, akit Jézus küldött, mert benne rejlik minden szellemi tudomány, amit nekem tudnom kell. Jézus nevében. Amen. Visszautasítok minden hamis urvacsalát, és Jézus Krisztus megváltó munkájának megcsúfolását. Visszautasítok minden hitetlenséget, összezavarodottságot, depressziót. Visszautasítok a szabad körülmességnek minden hazugságát, hogy az ember nem bűnös, csupán tökéletlen, a jó cselekedetek által megmentheti magát. És örülök, hogy a Biblia azt mondja, senki se nyerhet meg üdvösséget, hanem Jézus Krisztus által vezet, hit által lehet ezt megnyerni. Jézus nevében. Amen. Jézus nevében visszautasítok minden megbolondulástól való félelmet, halálvágyat, öngyilkosságot és a halál. Jézus Krisztus legyőzte a halál. Csak ő tartja kezében a halál kulcsát. És ő tartja az életet a kezében. Jézus nevében. Amen. Visszautasítok minden haragot, gyűlöletet, gyilkos gondolatot, bosszúállást, szellemi apátiát, hamis vallást, hitetlenséget, különösképpen, hogy nem hiszem, hogy a Biblia Isten szava, minden kompromisszumot, amit Isten igéjével kötnék, visszautasítok minden szellemi kutatás, hamis vallások felé, és azt, hogy küzdődjek, jobban bízok Istenbe, Jézus nevében. Amen. Eljött megnyugszom abban a tudatban, hogy Jézus a megváltó, és ő megtalált engem. Jézus nevében visszautasítok és elhagyok minden fogadalmat és átkot, és bűn, ami Szent Király pokolatomból. Úr Jézus nevében. Amen. Különösképpen a lefejezés és az agykiáltás a forró nap alatt. Visszautasítom Isten hamis titkos nevét, Jebulot, ami a Baálból és az Oziriszből és Jakve nevének össze.
összetételéből ered. Visszautasítom a titkos jelszót, amiért csak rohamat és ezek szabad kőves jelentéseit. Jézus nevében. Amen. Visszautasítom az életemről istentelen örökséget, hogy rituálisan egy lukba engedtek be a földbe, és kiszedjék az alapkövet, hogy fény engedjenek be. Kijelentem, hogy ez Isten káromlás, mert Jézus a templom csalóköve. Visszautasítom az őseim részvételét, és kijelentem Úr Jézus Krisztus világosságát. Visszautasítom a hamis úrvacsorát, ezen szinten végzett bűnt, kult, szkepticizmust, hitetlenséget, Úr Jézus a megváltó, és Jézus felvitt átalja a Golgotai keresztre. Köszönöm neked, Jézus. Amen. Jézus nevében levágok minden átkot és hatást magamról és családomról. Amen. Atyám, nem tudom, családom milyen szinten vett részt a szabadkövetségben. Én és családom megtérek minden más rituáléból, átoktól, fogadalmól, bármi mástól, mint akarva, vagy akaratlanul befogadott a családom, hogy feljebb lépessen a 33. szintig. Elvágok minden átkot magamtól, és megvallom az Oziristól, Anubisztól, Idisztől, és Ahura Mazdától, Jézus nevében megparancsol minden szellemnek, hogy távozzon el tőle. Jézus nevében. Amen. Jézus nevében ne jöjjön vissza se belém, se családomban. Isten szent szellemének vetem magam alá. Semmi más szellem. Most drága atyám, kérlek Jézus vérén, hogy tisztítson meg minden megvaló bűnöttől, tisztítsa meg szellemen, lelken, testen, érzelmen, értelmen, testre minden részét, amire ez hatással lehet. Parancsolom minden sejtemnek, minden belső szervemnek, testemben isteni rend álljon elő. Most gyógyuljon meg, és legyen teljesség, hogy azt a szerető teremtő megteremtette, beleértve minden kémiai egyensúly, helyreállás, minden idegi funkció helyreállását. Úr Jézus nevében megparancsolom a testemben, fogadjon szót a szellememben, Jézus nevében. Amen. Megtörök minden rákos sejtet. És kérlek, Uram, fordíts vissza minden betegséget. Jézus nevében. Kérlek téged, Atyám. Jézus nevében. Töltsd be a te szent szellemeddel. Felveszem magamnak Isten fegyverzetét, és örülök ezeknek a védelmében, hogy Jézus körülvesz engem, betölt az ő szent szellemében. Jézus, köszönöm, hogy te vagyod én, Uram, megváltom, és örök életem forrása. Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. No, drágáim, pihenjetek. Drága mennyei Atyám, hála törtél a szívünket, Uram Istenem, hogy te ilyen hatalmat adtál magunknak. Köszönjük, Atyám, azt a bölcsességet, Uram, hogy te kiszabadítottad azt az embert a szabad kövesek közül, és Uram, ezt a tudást végighozta, hogy mi keresztények is tudhatsunk róla, és megszabadulhassunk ettől a sok-sok ártatóra. Atyám, köszönjük ezt a hatalmat, Uram, és mi hisszük, tudjuk, Uram, és elvettük tőled, mert te nem ember vagy, hogy tanuljál, Uram. És mindezeket a bűnöket, Uram, amit itt most fölcsoroltunk, és a drága testvéreim megvallották, Uram, és kárnak és szemétnek ítélték, Uram, a te hatalmas neveddel, Jézus. A te hatalmas kardoddal, Uram,
Ami szabad könyvesség, mind a 33 fokozaton bejöhetett, Uram. Most elvágjuk, leválasztunk szellem, lélek, tett szinten, Uram. Nagyon egy Jézus hatalmas nevével tesszük, Uram. Mert az ő nevére minden tér meghajol. Menjen földön, föld alatt lévők, Uram. Leválasztunk szellem, lélek, tett szinten, Uram Istenem. Drága mennyei Atyám, becsukjuk az ajtót. Szellem, lélek, tett szinten. És Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében parancsolva tisztátalan szellemeknek. Itt és most leveszitek a kereteket a testvéreimmel. Megtörjük a hatalmát és parancsoljuk, hogy eltávozzatok Navareti Jézus nevében. Úr Jézus Krisztus vére tisztítsa meg az én testvéreimet. Köszönöm neked, Atyám, hogy helyen hatalmat adtál, és te ezt megcselekszed, Uram Istenem. Uram, kérlek tégedet, de a Szent Szellemnek a jelenlét távadjon keresztül az én drága testvéreimet, Uram. Jöjj, drága Szent Szellem, töltsd be őket, Uram, ahol most megüresedés történt itt, Uram. Töltsd be a szívüket, Uram. Minden egyes porcikájukat, Uram, hogy írotta a zsidók levelében. Ízek így velünk, így, Uram, hatolj el. Uram, a te gyógyító keretet menjen végig most rajtuk, Uram. Gerincbetegségek gyógyuljanak meg, Uram. Fejfájások szűnjenek meg, Uram Istenem! Fáj, lábfájások, tétfájások, forgócsontok, szűnjön meg a fájdalom, Uram! Amíg bejöhetett, Uram Istenem! Ezeken a fokozatokon keresztül és ennek szellemisége volt, Uram! Atyám, te vagy a gyógyítod, megvárjuk, nincs másnak! És ez a te dicsőséged, Uram! Te vagy a mi mesterünk, te vagy a mi gyógyítók, és nincs más, Uram Istenem! Jeremiás könyvében azt írod, Uram! Hogy te adod a köpcert és te adod a gyógyszert. 33-60, Uram, mert szinten elvettük, Atyám, mert te nem hazudsz. Jézus azt mondta, tegnap ma is mindenki, Uram. Minden betegséget most kidobunk, Uram. Kivetítsük onnét, Uram Istenem. És kérjük, Atyám, a te tüzes angyalaid jöjjenek, Uram, az én drága testvéreimet. Járják át az egész testüket, szellemüket, lelküket, Uram. És testünket, Uram! Ilekig, velőkig, Uram Istenem! És parancsoljuk a testünket, fogadjon szót az ellenünknek! Isten, jó akaratából csak jó teremtett! Nem betegsége! Uram, mi ezt hittel elvettük már! És mi parancsoljuk, igen, és a szentjeinknek, hogy fogadjon a szót! Mert eljött Úr Jézus, és mindenkit meggyógyított! Dicsőség neki, Uram! Minden dicsőséget neked adunk, Uram. És így tudjuk, hogy most is ezért vagy itt, Uram Istenem. Megjobbítsa mindenki. Lelki fájdalomat, testi fájdalomat. Uram, te dicsőségedre. Köszönjük neked, Uram. Úr Jézus nevében. Amen.